2016 Academy Awards. The second part of our evening will be the opening of the 15th Hungarian Film Festival of Los Angeles. I would like to read a personal message from the co-founder Bonnie Bunyik. This is what she says. I regret not being there with you to thank you personally for always standing up and supporting our efforts in bringing the best Hungary has to offer in the world of cinema to the United States. Hopefully all will be well by next year, and I will join you then. And now to open the first part of our evening, I would like to introduce the Consul General of Hungary in Los Angeles, László Kálmán. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our film festival reception. VIP special guest is Mr. János Halász, member of the Hungarian Parliament. Magyarországon óriási hagyományai vannak a filmkészítésnek, nagyszerű művészeink. Hosszú-hosszú évtizedeken keresztül nagyon-nagyon szép, nagyszerű alkotásokat hoztak létre, mely öregbítette a magyarság a nevét is a világban. Nagyon sikeres filmek is voltak ezek. Fontos, hogy ezt tudjuk folytatni, mert ma már egyre inkább a mozgókép körül forog minden. A film az talán még inkább olyan művészeti ág, ami felé odafordulnak az emberek újra és újra. 2010-ben átalakítottuk, a 2010-ben alakult kormány átalakította a film támogatási rendszert is. Egy új struktúra jött létre, amelyen lehet látni, hogy nagyon jól működik. Sok-sok új film születik, a nézők száma emelkedik, egyre többen nézik a magyar filmeket, és nagyon sok szép nemzetközi siker is született az elmúlt időben, és most is épp ennek az idejében vagyunk. Mindnyájunknak rettentően fontos, hiszen kulturális identitásunk a különböző művészeti teljesítmények és produkciók által erősödik. Ha egy színdarabot, ha egy koncertet, ha egy filmet megnézünk, egy magyar színművet, egy magyar filmet, akkor mindnyájan büszkék vagyunk rá. Nagyon fontos, hogy ne csak otthon Magyarországon, ne csak a Kárpát-medencében, hanem a világ számos pontján megmutathassuk ezt. Egyúttal megméri magát a magyar művészet azon a helyen, ahol bemutatkozik, másrészt az ott élő magyaroknak is tartást ad és segítséget tud adni. Ezért is nagyon fontos itt Los Angelesben is ez a magyar filmszemle. Ráadásul a film otthonában, ha mondhatjuk ezt, egy olyan helyen vagyunk, ami a világ filmgyártásának a központja. Ez még egy többletet is ad ehhez a filmfesztiválhoz, ehhez a magyar filmfesztiválhoz. Also our special guests tonight, the director of the Hungarian National Theatre, Mr. Attila Vidnyánszky. And we would like to give you this plaque for the film that's titled The Boy Changed into a Stag. Szarva se változott fiú, as the Hungarians know this beautiful poem. Köszönöm szépen. Madárka szól, madárka sír, madárka sír, miért vagyok én boldogtalan, mindenségben boldogtalan, a gilice sír, a gilice sír, miért vagyok én boldogtalan, mindenségben boldogtalan. Nekem ez egy nagy kaland. Hajdá! Így kiáltott! Színház világából átlépni a filmvilágába. Két fantasztikus színész, csodálatos teljesítménye. Ez egy egészen különleges film, amit hoztam. Ez Juhász Ferenc élő klasszikusunk verséből, a Szarvas se változott fiú, kiáltozás a titkok kapujából készült, és valahol arról szól, hogy hogyan tudjuk már műfajilag ötvözni a színház és a film nyelvét, tartalmilag pedig a legnagyobb dolgokról, ami az embert foglalkoztathatják, világ, civilizáció, természet szembenállása, elszakadás anyától, a szülőföldtől,
az alkotásról, magáról, egy alkotási folyamat zajlik a szemünk előtt, születik egy színházi előadás. Szóval számomra rendkívül fontos dolgokról, és hát a magyar művészfilm hagyományokból gyökerezik, úgy gondolom, hogy leginkább Huszárikot kéne megemlítenem, aki a kedvenc rendezőm, és biztos, hogy hatással volt rám, amikor a filmet készítettem. Gyere vissza, édes fiam! Gyere vissza! A különlegességét ezen nyelvek harmonizálása adja meg. Szóval arra gondoltam, hogy ha már színházról szólok, színházi alkotás áll a folyamat középpontjában, egy olyan színész vezetés, illetve egy olyan kép és térhasználat kéne, ami egy átmenet valahol a színház és a film között. Egy nagyon komoly műfaji keresgélés volt ez, és hát úgy gondolom, hogy a sikeresebb részei egészen jól tükrözik szándékunkat. The Hungarian ambassador, extraordinary and plenipotentiary to the United States of America, Her Excellency Dr. Réka Szenerkényi. Mennyire tudja mondjuk egy ilyen Los Angeles-i filmfesztivál erősíteni a magyar-amerikai kapcsolatokat? Egy olyan esemény, amelyben a magyar kultúra gazdagsága ilyen átütő módon érzékelhető, mint a Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál, hihetetlen lendületet tud adni, és nagy erővel tudja jelezni azt a történelmi hagyományrendszert és azt a jelenkori értékrendszert, amelyet Magyarország nyújt a világnak, amelyet Magyarország ad a különböző művészeteknek, és ezen belül a filmművészetnek. Úgyhogy én azt látom, hogy egy pár nap után, amit a filmfesztivál jelenteni fog, mindenki számára újra világossá és egyértelművé válik ez a szoros gazdag kapcsolatrendszer, ami a két országot összeköti. Miért fontos az, hogy a világ, ugye nem csak hogy a magyar kultúrát megismeri, hanem ezáltal az információk alapján rájönnek, hogy maga Hollywoodban is nagyon a része van a magyarságnak. Igen, ez egy hihetetlenül izgalmas történet, hiszen a hollywoodi filmgyártás alapjainál, gyökereinél, a megjelenésénél olyan meghatározó volt a magyar jelenlét, hogy ezt én azt gondolom, hogy nem tudjuk nem túlhangsúlyozni, nem tudjuk eléggé jelezni, hogy mennyire erősen az alapoktól fogva összefonódik az amerikai filmgyártás a magyar filmművészet legnagyobb értékeivel és értékeinek legnagyobb hordozóival. Azt gondolom, ez méltán kellene jobban előtérbe kerüljön, és azt gondolom, hogy ezek a gyökerek azok, amelyek meghatározzák a mai napig is azt a különleges figyelmet, amelyet a magyar filmek megérdemelnek itt a Hollywoodban is. Hiszen egy olyan jelenkori értékrendszerrel, értéktárral álltunk elő ebben a 2015-ös filmfesztivál műsorában is, amely méltán tarthat figyelmet a hollywoodi filmgyártás érdeklődésére. Miért is tartotta fontosnak, hogy ilyen sokat repüljön azon, hogy részt vessen a 15. Magyar Filmfesztiválon Los Angelesben? Egy olyan magyar jelenlétet látunk a Magyar Filmfesztiválon keresztül az Egyesült Államokban, amely erősen tudja összekötni a két országot, és erősen tudja a pozitív elemeket kihangsúlyozva jelezni a kulturális gazdagságát Magyarországnak. Egy olyan különleges gazdagság, amelyre minden magyar büszke lehet, minden magyarországi magyarnak tudnia kell róla, hogy Hollywoodban, Los Angelesben magyar filmhét van, 15 éve kerülnek a legjobb filmek bemutatásra, 15 éve minden alkalommal újra és újra jelezzük azt a képességet és azt a tudást, azt a tehetséget, amely Magyarországon unikális. Erre mindannyian büszkék vagyunk, és ezt az elismerést, ezt a tiszteletet, ezt az értéket szeretnénk jelezni a Magyar Filmfesztiválon is. Nagyon sok amerikai látogat el. Tehát ugye egy magyar filmfesztiválon nem csak magyarok vannak, ez miért is van? Mert a filmeknek az a képessége, hogy egy népnek a lelkét, a gazdagságát, az értékeit egy
mint egy kapszulában tudja megjeleníteni és átadni, nagyon erős kapcsot tud jelenteni, és egy olyan üzenetet tud átvinni, amely minden más közegben sokkal nehezebb, bonyolultabb és lassabb lenne valószínűleg. A magyar filmek iránti érdeklődés az a tapasztalaton is alapul, hiszen évtizedek során lehet látni, hogy milyen értékeket állítottak elő a magyar filmművészet nagyjai, és ez az érdeklődés, ez a jövőre nézve is egy remény, egy ígéret, hiszen azt érzékelhetjük, hogy egy olyan reneszánsza indult el a magyar filmgyártásnak, amelyben a jövőben is várhatók még nagy értékek. Van esetleg olyan film vagy filmek, amit feltétlenül nem kiemelni, hanem szeretne megnézni? Természetesen több film is van, és azt gondolom, hogy ez egy nehéz kérdés, hiszen ebben a sorozatban, amit a 15. filmhét be fog mutatni, egy nagyon széles skálán lehet válogatni. És nyilvánvalóan mindenkinek meg lesz az, ami az ízlésének, az érdeklődésének leginkább megfelel. De talán, amit mindnyájan nagyon méltán tisztelünk, és nagyon fontosnak tartunk, és mindenképpen szeretnénk minél többeknek bemutatni, nem lehet válogatni ebből, de talán a Saul fia nyilván, illetve a Vidnyánszky film, ami minden érdeklődő számára hozhat gazdagságot. President of the Sony Pictures Classic, Michael Barker. Mr. Michael Barker, thank you very much for coming. I think the festival is important because it represents a kind of long history of Hungarian films, a long history of quality in Hungarian cinema. Son of Saul is a great movie. It's a great movie because it takes a subject that we all thought we knew very well and shines a new light on that subject. And the masterful way in which the story is told, in which we are engaged in this lead character's experience in Auschwitz, it's an amazing work. And it is the birth of a major, major director. Every time I speak to another filmmaker from America or England or France, they talk about Son of Saul as the kind of technical achievement they all wish they could accomplish. And they're just amazed that it's accomplished by a young man where it is his first film. And they all admit this is the birth of a major, major artist. Thanks for the organizers to have invited us, and thanks to Sony Pictures Classics to support us in our adventures in this country, and it's been a great adventure. We didn't win the Golden Palm, but almost. It was a very emotional journey, I guess. When we set out making this film, I set out in 2006, but these guys were involved years after, but still, giving years of their life to this project. We didn't imagine coming all the way to these hills and to all the continents that the film is traveling to. And we were on the shoot, we were battling mosquitoes, and our main thought was to survive the day. Hát én most vagyok először Los Angelesben, úgyhogy nekem minden új, és hát örülök annak, hogy a magyar konzulátus is fontosnak tartja ezt a filmet, és meghívott bennünket. Jó tudni, hogy a magyar kultúrát itt is valaki képviseli, és megpróbálja elérni
az amerikaiakat. Nem tudom még, majd nyilván az est végére majd fogom tudni, hogy mégis milyen programokkal szolgálnak, és hogy hány embert tudnak elérni. De az mindenképp jó, hogy mi itt lehetünk. Köszönjük a meghívást! Rabbi! Ez egy 107 perces film egy magyar Sonderkommandósnak a másfél napjáról. Az auschwitzi lágerben 1944. októberében vagyunk. Ez egy olyan aspektusa a holokausznak, amiről magyar film egészen biztosan nem készült még. És hát fontosnak tartottuk bemutatni ezt hogy a lágernek az epicentrumában, a gázkamra és a krematórium között dolgozott ez az ember. Auslander Saulnak hívták, egy ungvári magyar zsidó. Az ő másfél napjáról szól ez a film. És hát persze sok egyéb kérdést is fölvet. És hát annak meg nagyon örülnénk, hogyha az egész világon a fiatalabb nézők is megnéznék ezt a filmet. Az idősebbeknek, amerikaiaknak is egyébként több közük van nyilván a második világháborúhoz. Valaki a családból harcolt, esetleg ott volt az amerikai csapatokban, másoknak a nagyszülei voltak ott a táborban. De a fiatalabbak, akik már ebben a digitális valóságban élnek, és bár úgy gondolják, hogy a könyökön jön ki, úgy veszük észre, hogy a filmet megnézve azért ők is a hatás alá kerülnek, és olyan kérdéseket tesznek föl maguknak, vagy olyan módon döbbennek meg, ahogy esetleg nem is gondolták volna a film előtt. Nagyon örülök neki, hogy nyilvánvalóan olyan filmeket is el kell ide juttatni, amik nem feltétlenül azok közé, a néző csalogató filmek közé tartoznak, amik tudod így a legszélesebb néző réteget vonzák be a mozikba, hanem az, ami hanem olyan filmek is eljutnak, amik azért értéket képviselnek, és elgondolkodtatóak, és minden esetre egy másik réteghez is szólnak.